Gorbok le a szélre, Shellman, és ott van az első gólatot kihasználni az első helyzetet. Jön egy lövés, beleér Mikler, de így is gól, Denis Buntić be csinálja neki helyet, Bánhidi meg főleg magának, hogy ilyen gól dobjon. Kube egyedül, és a rövidre bedobja. Büntetődobó, és biztos kézzel értékesíti a 8 perc még az első játék részből. Egy újabb szegedi gól. Vissza, de nézzük inkább Kubét. Bekegyük, gólt szerez. 12-7. Dobta rá Sierres Péter. És akkor a klóval az mindenki a másik irányba. Shellman, ő viszont bedobja. 13-8. Most nagy esély arra, hogy faragjon a hátrányon a kétmezes csapat. Való! Bánhidi be tud fordulni, és gól tud szerezni Bánhidi Bence. Itt lehet megtáncolgatta, de Balog értékesíti biztosan Kube. Ő birkózik, Weber csinálja a helyet, a többieknek nem lőtt első szándékból. Balog Zsolt megtett a második. Sierra a kapuban. Nagy László, teljesen üres volt, előtt a terület, Sierra Vét. Ma már sokszor 2 perc. Ez egy jó bejátszás, Gaber! Ez most lehet egy fordulópont, főleg, hogyha a Szeged hosszú idő után vissza tud jönni egy gólra a Veszprém mögé. Itt van még egyszer a kép, bravúr. Lábbal aztán. Az egy jó elgondolás, hogy így figyel Gaberre, Kube ellövi. Pedig Sierra, a bravúrral kifogott, 7 méteresen. Kube beállónak, Bodó teljesen tisztán. 15-15. Balog, nem lőtte el, megcsinálta a csert, és bedobja Balog Zsolt. Érkezik középen Kube, és a mérkőzés egyik legszebb gólja. Ismét egyenlít Balog Zsolt, 18-18. 8. perc. Sierra ezt is kivédi, vagy ha úgy tetszik, Illich beledobja Sierra. Bánhidi ott be a labda, bal kézzel átvette jobban, kiosztja a szélre. Találkozón. Nem először szeret volt Balog Zsolt. Bedobja Anilovics fölött mellett. Ismétek. Pontosabban a Veszprém, bocsánat. Szegednél a labda, Balog. Balog előbb és Balog előbb. 22-22 van még.